A kiskörösi NKSZ-e U19-es csapata az országos korosztályos bajnokság harmadosztály H csoportjában szerepel a 2023-24-es szezonban. A lányok bejutottak a felsőházi rájátszásba, mely utolsó mérkőzésén május 24-én a Gyula Sport NKFT együttesével mérkőztek meg a sportcsarnokban. A lányoknak azt mondtam, hogy neki megyünk a Gyulának. Jó lenne megverni őket, tehát feltétlenül az a szándékunk, mert ott is egy szoros meccset játszottunk. Ott 5 góllal kaptunk ki, és Békés-megyei játékvezetés mellett ott egy kicsit azért lehetett a hazai pálya. És én tudtam, hogy Bács-megyébe egyenesen fognak fújni a játékvezetők, de ugye erre nem is számít az ember. De azt mondtam a lányoknak, ha ki is kapunk, mert benne van, tehát jó csapat ez a Gyula, nem rossz csapat. A találkozó első félidejét kiegyenlített küzdelem jellemezte, hiszen 19-19-es félidei eredménnyel vonultak pihenőre a csapatok. Elmondtam nekik, hogy bátran kell játszani, és két kislányt kiemeltem, akiknek láttam, hogy jól megy a lövés, a Csenki Évit és a Német Indirát, hogy egy kicsit többet vállaljanak átlövésből, mert betörésből amennyit tudtunk, az első fél időben lőttünk, tehát nem voltunk rosszak. Második fél időben ebben kellene előrelépnünk, de hát ők nagyszerű kis emberkék, nagyszerű kis játékosok, és ők úgy játsszák a kézilabdát, hogy a társakat is igyekeznek helyzetbe hozni, de ma ezzel nem tudtuk megnyerni ezt a mérkőzést. A mérkőzés végül 44-41-es gólarányú gyulai győzelemmel zárult, azonban a hazaiak támadásban jól játszottak, csupán a védekezésben elkövetett hibáknak volt köszönhető a vereség. Nagyon küzdöttek a lányok, ezért megdicsértem őket az öltözőbe. Megmondom őszintén, azért nem gratuláltam nekik, mert védekezésbe néha elaludtunk egy kicsit, egyszer-egyszer lukasak voltunk, elszámoltuk magunkat, nem léptünk oda időbe, hatoson álltunk védekezésbe, és azért egy-két góllal többet kaptunk, mint kellett volna. Támadásban meg volt hát minimum 10 technikai hibánk, lehet, hogy több, és egy kicsit, tehát ez miatt nem gratuláltam a csapatnak, de megdicsértem a lányokat. Azt mondtam, hogy maximálisan, tehát egy jó mérkőzést kihoztak ebből a meccsből, és azért a dicséretet megérdemlik. A kiskörösi NKSZ-e országos korosztályos bajnokság harmadosztályában szereplő U19-es csapata, így 2 ponttal a felsőházi rájátszás 8. helyén végzett.